Vihar pusztított. 13 szatmári településen okozott károkat kedd hajnalban a rendkívüli időjárás. Volt, ahol teniszlabda méretű jég hullott. Új központ Nyíregyházán. A Városmajor utcai polgárőr irodából szervezik a helyi járőrcsapatok munkáját, és onnan tartják a kapcsolatot a rendőrséggel és a katasztrófa védelemmel is. Továbbképzés előnyökkel. Felzárkóztató egészségügyi ápoló képzés indul a Józsa András Oktatókórházban uniós forrásból. Óriási vihar pusztított kedd hajnalban a szatmári térségben. 13 településen okozott károkat a rendkívüli időjárás. Volt, ahol teniszlabda méretű jég hullott. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Közel 800 ház tetőszerkezetét rongálta meg a vihar. Elsősorban a régebbi palafedésű ingatlanok szenvedtek nagyobb károkat. A gyümölcsösökben 100%-os a kár, a vihar nem csak a termést, a fákat is tönkretette. A kalászosokban és egyéb növényi kultúrákban is okozott károkat az ítéletidő, ezek felmérését a falugazdászok most végzik. Ezek a mobiltelefonos felvételek akkor készültek, amikor stábunk délelőtt megérkezett Csengerbe. Borsonyi és Diónyi jég hullott, az ablakon pedig alig lehetett kilátni, félre is kellett állnunk. A település polgármestere a Városházán tartott katasztrófa védelmi értekezlet után azt mondta, már a hajnali vihar is jelentős károkat okozott a gyümölcsösökben, a zöldségültetvényeken és a kalászosokban is. A bejelentések most történnek, a felmérések a korai reggelire, majd nem sokkal az interjú előtt volt 10:30-kor egy második jégeső, ami talán még nagyobb volt, mint a reggeli. Úgyhogy még reggel azt mondtuk, hogy a gyümölcsösben a kár olyan 70-100% közötti itt Csengerben, majd ezt követően most már azt mondjuk, hogy biztos a 100%-os kár. Ezt a fiatal ültetvényt megvédte a jégháló, viszont nem mindenki volt ilyen szerencsés. A helyi gazdák szerint a délelőtti második égszakadás minden ültetvényben 100%-os kárt okozott, sőt, több helyen a hajtásokat és a fákat is tönkretette a lehulló jég. Azt mondják, ez a következő évekre is ellehetetleníti őket. A megy mérettől a pingponglabda méretig minden jég előfordult, tehát ez totálisan elintézte. Nem csak a gyümölcsöket, hanem még a hajtásokat is. Tehát ha kárunkat akarjuk nézni, a gyümölcsöknek 100%-os kárt látunk, de még a hajtás növekedés is nagy károkat szenvedett, tehát nem egy évre vett vissza bennünk, hanem akár 2 évre, 3 évre ez a katasztrofális időjárás. Ezeken a légi felvételeken az látszik, hogy a csengeri sportcsarnok éppen felújítás alatt lévő tetőszerkezetét is megrongálta a vihar. A városban nem sérültek meg komolyabban a lakóházak, viszont 12 másik településen, Zajtán, Mételeken, Garbolcon, Uszkán, Kishódoson, Nagyhódoson, Gacsájban, Nyírkátán, Magosligeten, Botpaládon, Tiszabecsen és Rozsájban közel 800 otthon tetőszerkezetében okozott jelentős károkat a jég. A néhány kilométerre lévő Rozsájban a jégeső után a katasztrófa védelem munkatársai 3 megyéből és a romániai Lázáriból érkeztek a helyszínre, hogy segítsenek elhárítani a károkat. A levegőből az látszik, hogy szinte nincs is olyan ház, amelynek ne lennének lyukak a héjazatán. Az összetört cserepeket és paladarabokat leverték, majd ideiglenesen műanyag fúliával helyettesítették. A település polgármestere szerint a lakók el vannak keseredve. A háza körülbelül 85%-a lakhatatlaná vált. Pontosabban inkább azt mondom, hogy a tetőszerkezetét mindenképp javítani kell. Azt most mérik fel a katasztrófavédelem emberei, hogy mennyi az a ház, amiben abszolút nem is lehet bemenni. Vannak olyanok, akik nagyon el vannak keseredve, és azt mondták, inkább felgyújtják a házat, mint sem bemenjenek még egyszer. A helyszínre érkezett a Megyei Védelmi Bizottság elnöke is, aki televíziónknak beszélt a kialakult helyzetről és a védekezési munkálatokról. Kozma Péter azt mondta, estére mindenki elhelyezését megoldják, az érintett településeken senki sem maradt fedél nélkül vagy lakhatatlanná vált házban. Most beszéltem az operatív törzs vezetőjével, ezredes úrral, a megfelelő védelmi tervnek megfelelően, akinek oly mértékben sérült lakóotthon, hogy ott nem tud tartózkodni, annak az elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni fognak a szakemberek. Az érintett települések polgármesterei várják a segítséget és a felajánlásokat. Leginkább tetőlécekre, cserépre és szigetelőanyagokra lesz szükségük a felújítási munkák megkezdésekor.
Új koordinációs központot nyitott a polgárőrség Nyíregyházán. A Városmajor utcai irodából szervezik a helyi járőrcsapatok munkáját, és onnan tartják a kapcsolatot a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel is. Az átadón Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke azt mondta, szeretnék 14 és 18 év közötti fiatalokkal bővíteni létszámukat. Kovács Ferenc polgármester pedig arról beszélt, hogy újabb térfigyelő kamerákat telepítenek Nyíregyházán. Vezetőszáron vitték a TET helyszínére június elején azt a férfit, aki előző nap egy nyíregyházi buszmegálló oldalát berúgta. Meg is mutatta, hogy csinálta. Térfigyelő kamera vette fel a rongálót, így hamar megtalálták. Ma adott át elismerést Kovács Ferenc polgármester annak a rendőrnek, aki elfogta a rongálót. A polgármester azt is mondta, hogy fejlesztik a térfigyelő rendszert. Ebben az évben még tervezünk a közterület felügyeletnek egy térfigyelő kamera figyelő rendszert kiépíteni. Ez a digitális város mintaprojekt keretében történik, ami természetesen mind a rendőrséggel, mind a polgárőrséggel összekapcsolva együtt fogunk használni. Ebből az irodából fogják irányítani a jövőben a polgárőröket. Ketten fognak itt dolgozni, akik tartják a kapcsolatot a tagsággal és a hatóságokkal. Minden egyes szolgálatban lévő polgár ide bejelentkezik, és pontosan tudjuk, hol tartózkodik, hány fő tartózkodik, tehát ha bármilyen gond probléma van, akkor tudjuk, hogy kit hol lehet és hogy lehet mozítani, irányítani. Az iroda átadóján elhangzott, a nyíregyházi polgárőrök mostantól az eddiginél is szorosabban fognak együttműködni a rendőrséggel. Ennek az irodának az átadása pont arról szól, hogy tettre kész a közösségét tenni akaró polgárőrök, hogyha ott vannak, hogyha jelzéseket adnak a rendőrök felé, és én azt gondolom, a rendőrök legyenek kint a közterületen, tehát hogyha jó az együttműködés, akkor a városunk szűkebb értelemben Nyíregyháza megyei város közbiztonságát tovább lehet erősíteni. Túrós András, az Országos Polgárőr Egyesület elnöke azt mondta, szeretnének fiatalítani. Most már 14 és 18 év közötti ifjak is jelentkezhetnek polgárőrnek. Egyre több fiatal középiskolás jelentkezik ifjú polgárőrnek. Reményeim szerint az év második felében, amikor kezdődik a tanév, akkor ez megduplázódhat. Most 650 ifjú polgárőre van a magyar polgárőrségnek. Jelenleg 20 egyesületben 730 polgárőr járőrözik Nyíregyházán. A koordinációs irodát a Városmajor utcai Nyírségi Civilházban alakították ki. Felzárkóztató egészségügyi ápoló képzés indul a József András Oktató Kórházban uniós forrásból. Ezzel olyan bizonyítványt szerezhetnek a dolgozóik, amellyel korszerű tudásra tehetnek szert, és a bérük is emelkedhet. Nyíregyházán 42 olyan ápolót vannak be a programba, akiknek jelenleg hátrányuk származik abból, hogy még a régi képzési rendszerben tanultak. Áldozatos, odaadó munka az ápolóké, kevés is van belőlük. Országosan nagy az ápoló hiány, ami a megyére is jellemző, szakképzett dolgozókra pedig mindenhol szükség van. A József András Oktató Kórházban most továbbképzésen vehetnek részt az ápolók, amely akár szakmai előmenetelőket is biztosíthatja majd a későbbiekben. A képzés 1900 órás lesz, ezek fele elmélet, fele gyakorlat. Saját dolgozóinkat képezzük, sőt, a nagyon jó kapcsolatunk van az ENKK-val, tehát az egészségügyi központtal, akik a projektgazdák, és itt mi, mint oktató központ veszünk részt, és ez azt jelenti, hogy Nyíregyházán 42 dolgozót tudunk beiskolázni, illetve mint oktatási központ is tulajdonképpen debreceni klinikáról, illetve Berettyóújfalun is vannak dolgozók, akik részt fognak venni ezen a képzésen. A projekt indítására elhozták már meglévő bizonyítványaikat az ápolók. Nekik többnyire olyan végzettségük van, amellyel munkájukat maradéktalanul elvégzik, de hátrányuk származik abból, például a bérezésben, hogy még a régi képzési rendszerben tanultak. Ők olyan kollégák, akik már itt vannak nálunk, akik itt dolgoznak, csak vagy szakképesítés nélkül, vagy pedig egy alacsonyabb szintű szakképesítéssel. Ez az ő számukra mindenképpen előnyökkel jár, egyrészt azért, mert magasabb szintű kompetenciákat szereznek, több munkát képesek ellátni önállóan, különböző felügyelet nélkül, jobban tudják végezni a munkájukat, másrészt ez egyértelműen béremeléssel is jár majd az ő számukra, hiszen átsoroljuk őket, amint elvégzik. A szakképzések ezzel nem érnek véget a kórházban. Saját forrásból ősszel két hiány szakmában is indítanak tanfolyamot. Műtősnőket, illetve aneszteziológiai asszisztenseket képeznek majd.
23 milliárd forint plusz állami támogatást jelenthettek volna Nyíregyházának Schneider Tamás jobbikos országgyűlési képviselő 2017-es központi költségvetésre vonatkozó módosító javaslatai. Az országgyűlés által elutasított javaslatok városfejlesztési lehetőségekhez juttathatták volna a Szabolcsi megyeszékhelyet, mondta el mai nyíregyházi tájékoztatóján a párt városi alapszervezetének alelnöke Lengyel Máté. Infrastruktúra fejlesztésre és azon belül is a külterületi, illetve a Bokortanyák úthálózatának a fejlesztésére 2 milliárd forintot javasoltunk elkülönítésre a központi költségvetésből. A hajléktalan ellátás segítésére, fertőtlenítő állomás létesítésére 50 millió forintot javasoltunk elkülöníteni, illetve a házi segítségnyújtási jelzőrendszerre, bővítésére pedig 40 millió forintot javasoltunk elkülöníteni, amiket sajnos a Fidesz teljes mértékben elutasított és nem támogatott. Bruttó 2-2 forinttal csökkenti a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL, értesült piaci forrásokból az MTI. A csökkenéssel a benzin és a gázolaj átlagára egyaránt 339-340 forintra mérséklődik. A benzin ára a legutóbb pénteken csökkent 2 forinttal, a gázolaj akkor nem változott. Az autósok 15-25 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Több ezer látogatót várnak a nyíregyházi múzeumok és gyűjtemények szombaton a múzeumok éjszakáján. A látnivalókról hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Nem jutott fel az NB3-ba az Ibrányi futballcsapat. Gelicki Máté együttese az első meccsen elszenvedett 3-0-ás vereséget követően a visszavágón 0-0-ás döntetlent játszott a Kaposvárral, így a somogyiak indulhatnak a harmadosztályú bajnokságban. A hagyományos családi nappal zárta a szezont a nyíregyházi kosársuli. Az egyesület különböző korosztályokban 11 csapatot versenyeztetett. 4 utánpótlás együttes bejutott az országos döntőbe, a felnőttek pedig ezüstérmet szereztek az amatőr nemzeti bajnokságban. Több ezer látogatót várnak a nyíregyházi múzeumok és gyűjtemények szombaton a múzeumok éjszakáján. Lesznek különleges tárlatok, ritkán látható kincsek, komoly és könnyű zenei koncertek. Az érdeklődőket pedig a Csihuhu vonat szállítja majd egyik helyszínről a másikra. Különleges térkép a kanyargó Tiszáról, alul Tiszacsege felül árogtő. A folyószabályozás emlékeit is megismerhetik a látogatók a Kállai gyűjteményben. Emellett Széchenyi István relikviáit is kiállították. Szombaton a múzeumok éjszakáján Mozart operákkal várják az érdeklődőket 6-tól és fél 9-től. Mozart legismertebb operáinak a legszebb darabjait mutatják be az Opera Operencia művészei. Ezek között a Figaro házassága, a Szöktetés a szerályból, vagy éppen a Varázsfúvola darabjait hallhatják a látogatók. Dobtáras géppisztolyok és fotók az 56-os forradalomról. Ezeket is megnézhetik az érdeklődők a Józsa András Múzeumban. Emellett koncertekkel, slam poetrivel és stand-up comedyvel is várják a látogatókat szombat délután 4-től hajnalig. A mai nyíregyházi tájékoztatón elhangzott, 9 helyszínen lesznek programok szombat este, a látogatókat pedig Csihuhu Dottó szállítja egyikről a másikra. A Józsa András Múzeumban, a múzeumban magában is 3 helyszín lesz, tehát maga az épület, az udvar és az iparkamara udvara, de ezen kívül a levéltárban, a Kályi gyűjteményben, a görögkatolikus egyházművészeti gyűjteményben, a hittudományi főiskola könyvtárában, a vízügyi gyűjteményben és a vasutas műfázban lesznek programok, tehát aki mindenki fog találni magának a saját szájízének megfelelő programot, ez biztos. Gyerekek etetik a kecskéket a Sóstói Múzeumfaluban. Az intézményben nem szombaton, hanem Szent Iván éjjelin, azaz csütörtökön várják a látogatókat. Fellép például Szabó Balázs bandája is. Hajnali 00:30-tól pedig busz hozza vissza az érdeklődőket a városba. Nem jutott fel az NB3-ba az Ibrányi futballcsapat. Gerlicki Máté együttese az első meccsen elszenvedett 3-0-ás vereséget követően a visszavágón 0-0-ás döntetlent játszott a Kaposvárral, így a somogyiak indulhatnak a harmadosztályú bajnokságban.
Az első mérkőzésen elszenvedett 3-0-ás vereséget követően a visszavágó előtt kevés esélyt adtak az Ibrányi csapatnak arra, hogy ledolgozza hátrányát. A hazaiak ettől függetlenül mindent megtettek azért, hogy gólt szerezzenek, és izgalmassá tegyék a második mérkőzést. Gerlicki Máté együttese azonban nem tudott a kapuba találni, és ahogy telt az idő, úgy lettek egyre nyugodtabbak a vendégek. A 0-0-ás végeredmény azt jelentette, hogy a Kaposvár jutott fel az NB3-ba, az Ibrány pedig marad a megyei első osztályban. Mindent megtettünk, egész héten arra készültünk, hogy több periódusa lesz a mérkőzésnek, végig nem lehetett őket letámadni, de hát persze a 3-0-át nem nagyon lehetett őrizni. Óriási meleg volt, és ugye itt 2 órával hamarabb kellett játszani 15 órától a válogatott miatt, ez megint csak nem nekünk kedvezett, de ahhoz képest elég szépen nekikugrottunk, volt egy óriási helyzetünk, ha az bemegy, akkor biztos, hogy bemelegedett volna a meccs a kaposváriak számára, így viszont nyugodtan tudták tartani a 3-0-ás előnyüket, ennyi, így alakult. Bár az Ira a pontot nem sikerült feltenni, az edző szerint a megyei első osztályban szerzett bajnoki cím, valamint az Ibrányi csapatra épülő amatőr válogatottal elért országos elsőség örök emlék maradt számára. A vége az egy kicsit keserű, de azért ez egy fantasztikus év volt, óriási sikerekkel, úgyhogy ez mindenféleképpen a pályafutásom egyik legszebb éve lesz. A jövőről szólva Gerlicki Máté elmondta, az egyenlőre még képlékeny, nem lehet tudni, hogy együtt marad-e az NB3 küszöbén elbukó együttes. A hagyományos családi nappal zárta a szezont a nyíregyházi kosársuli. Az egyesület különböző korosztályokban 11 csapatot versenyeztetett. 4 utánpótlás együttes bejutott az országos döntőbe, a felnőttek pedig ezüstérmet szereztek az amatőr nemzeti bajnokságban. Az NKS-nél évek óta megszokott, hogy a szülőkkel közösen búcsúztatják el a szezont és jutalmazzák meg a legjobbakat. A kosársulinál 9 edző foglalkozik közel 220 gyerekkel, akik közül 120 fiatalnak van játékengedélye. Az elmúlt 10 hónapban több mint 900 edzést tartottak a trénerek, és 240 meccset játszottak le a csapatok, amelyek összesen 20 000 kilométert utaztak a szezon során. Az egyesület elnöke szerint az eredményekre nem lehet panaszuk. Sikeres éve zártunk mindenkinekben, azt kell mondanom. A 6 korosztályból, amiben 11 csapatot neveztünk összesen az országos bajnokságba, 5 korosztályban országos döntőben szerepeltünk. Az amatőr NB1 végzett a legelőkelőbb helyen az ezüstérmével, a többi korosztályokban pedig a 16 közé jutottak be a gyerekek, úgy az U11-ben, az U13-ban, az U14-ben és az U16-ban. Az amatőr nemzeti bajnokságban második helyen végző felnőtt csapat legeredményesebb játékosa, Farkasinszki Orsolya már évek óta edzősködik a kicsik mellett. Az elmúlt szezonban az országos döntőbe jutottak csapatával. 2005-ös korosztállyal jutottunk be az országos zsemburire. Ez azért volt érdekes, mert ebben az évben ugye a csapatokat szétbontották, és hármasával kellett, illetve ötösével szétosztani őket, más edzőhöz, más játékosokkal kerültek össze. Én is 12 teljesen idegen gyereket kaptam, és velük kellett ugye a mérkőzéseket játszani. Szerencsére édesanyám eljött és segített ebben, mert azért megmondom őszintén, hogy 12 mi olyan gyereket kaptunk, akik elég hiperaktívak voltak, nehéz volt velük, de azért anya rutinja segített ebben. De az, hogy kijutottunk egy országos döntőre, az mindenféleképpen egy nagyon jó eredménynek tartom. Debrecenből sikerült mindezt megtennünk 2 miskolci csapat legyőzésével, és így mi a területünkről másodikén mehetünk tovább. A kosársuli játékosai július végéig pihenőt kaptak. Augusztus első hetében egy napközis táborral kezdődik el a felkészülés, majd egy Békés Csabai edzőtábor következik. Az egyesület augusztus végén rendezi meg hagyományos szezonindító tornáját. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer röviden. Óriási vihar pusztított kett hajnalban a Szatmári térségben. 13 településen okozott károkat a rendkívüli időjárás, volt, ahol teniszlabda méretű jég hullott. Közel 800 ház tetőszerkezetét rongálta meg a vihar, elsősorban a régebbi palafedésű ingatlanok szenvedtek nagyobb károkat. A gyümölcsösökben 100%-os a kár, a vihar nem csak a termést, a fákat is tönkretette. A kalászosokban és egyéb növényi kultúrákban is okozott károkat az ítéletidő, ezek felmérését a falugazdászok most végzik. Új koordinációs központot nyitott a polgárőrség Nyíregyházán. A Városmajor utcai irodából szervezik a helyi járőrcsapatok munkáját, és onnan tartják a kapcsolatot a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel is.
Az átadón Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke azt mondta, szeretnék 14 és 18 év közötti fiatalokkal bővíteni létszámukat. Felzárkóztató egészségügyi ápolóképzés indul a Józsa András Oktató Kórházban uniós forrásból. Ezzel olyan bizonyítványt szerezhetnek a dolgozóik, amellyel korszerű tudásra tehetnek szert, és a bérük is emelkedhet. Nyíregyházán 42 olyan ápolót vannak be a programba, akiknek jelenleg hátrányuk származik abból, hogy még a régi képzési rendszerben tanultak. A Kölcsei Televízió iradóját látták június 21-én kedden. Friss hírekkel szerda este is várjuk majd Önöket, műsorainkért és további hírekért böngészszék honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, a magasban szárazabb, melegebb levegő érkezik fölénk, szombatig kánikula valószínű. Éjjel változóan felhős idő várható, futó zápor előfordulhat. A változó irányú szél helyenként megélénkül, reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben időnként megnövekszik a felhőzet, de alapvetően sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű, az északi szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 31 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti jellegű hatás van térségünkben. A következő napokban sok napsütésre van kilátás, amit délutánonként szakíthat meg több gomoly felhő, elsősorban akkor fordulhat elő elszórtan zápor zivatar. A zivatarok környékén átmenetileg megerősödik a szél. Melegek lesznek az éjszakák, erősödik a nappali felmelegedés, igazi kánikula várható, a maximum hőmérséklet meghaladja a 30 fokot.